És most reklám. Kitől kaptuk? Lehetett volna egy egyet. Júj, mennyi papír, és én ezt... Ahhoz képest, hogy vagyok urászom, elég jó az a karabán. Lehet? De látszik rajta, ez a lényeg. Szupar szint, az jó ilyenkor, hogy... Igen. Esetleg eszembe jusson valami. Lassan olyanok vagyunk, de a Scott kapitán depója, tehát úgy ülünk be ilyen két heti élelemmel, így körülbásázom. Mindegy, analízis szigorlat vagy. Én abszolút abba vagyok. Te láttad, mint lökjön? Ezt én kaptam. Te tényleg, amit viszont mindannyian kaptunk... Bocsáss meg, ez hangfogós? Nem, megmondom, hol tartok vele. Azt mondja, amikor a szintjelző a tartály közeli megterítődését mutatja, egyszerűen kapcsolja le a tartályt, vigye el az erre kijelölt ürítőhelyre. Hát itt vagyok. Na, húzd le a kedvünkért. Húzzam le? Nem lehet. Nem lehet, lehet valahogy ez... Lehet. Itt kell, ez van dudális. Olyan hangja van, mint neked. Az a szivató? Igen, lehet így is ülni rá. Na most ez a megjegyzés, hogy olyan hangja van, mint neked, ez rám vonatkozott? Nem, ez a verebe. Verebe? Azért. Merek én ilyet? Hát azért. Így csinál. Nem kaptam levegőt. Nem akarod lecsukni a fedelét? Egyszer voltunk mi Moszkvában, és akkor egyik kollégával nagyon rájött. Már ismerem a történet. Azért szólj, ha megjön tőle az ingered. Már pisinem már kell. És lényeg az, hogy vittük, de már nem tudott menni, tudod, amikor már annyira kellett, hogy így. És a Rossziával laktunk, és akkor berohant. Kinyitottuk az ajtót, neki berohant, és egy irgalmatlan üvöltést hallottunk. Fődurant szegény Végvári Tomi, de ezt nem hajtotta föl. Így mi van? A Szovjetunióban egy nagy truppal mentünk, Bodrogi, Kósiani, Zorán, nem, de én komparáltam, és a Cserháti Zsuzsi volt, akinek rögtön, ahogy megérkeztünk, pisilni kellett minden, és ő volt a WC felelős, ő derítette föl, hogy a WC-knek milyen az állaga. Hát sok szívderítőt ugye nem tudott mondani, mindig jött és pofákat vágott. De mi elmentünk, hogy hívják azt, Lemberg, Lvov. Egy gyönyörű, fantasztikus, kristálycsilláros kultúrá, de valami álomszép. Na mondom, Zsuzsikám, most hazajöttünk, most derítsd föl nekem, hogy itt milyen a klotyó. Jött vissza, mondom, na milyen? Azt mondja, nem tudsz akkorát terpeszteni, hogy ne szarba lépj. Az se sikerült. Köszönöm szépen. Te alkonyod a gyerek. Szóval, jó reggelt kívánunk mindenkinek! És jó étvágyat! Legalább. No, kérem szépen, a múlt heti adásban biztosan emlékeztek, hogy Batiz András, András olvasott fel egy e-mailt, aminek nagyon édes kis szövege volt, vagyonnyilatkozatokról szólt. Egyfajta fiktív vagyonnyilatkozat volt. Azt ő sem tudta, András sem tudta, mi sem tudtuk, hogy azt valaki írta, tehát az nem valahol a nép ajkán született. Boros Lajos szólt nekünk, hogy az eredeti szerző Litkai Gergő. Úgy Lajosnak köszönjük az észrevételt, mint Litkai Gergőnek magát az írásművet. Múlt heti hírünk, amelyre kommentárjaikat vártuk, ugye a következő volt. Iránban a lebukott zsebtolvajokat szamára ültetik, nyakukba bilit akasztanak, és végigvezetik a városon. Cuckú János, nyíradonyi nézőnk, önkritikától sem mentes reakciója a következő. Talán nekünk kellene szamára ülni, hiszen a zsebesek egy részét mi választottuk. Várhegyi László Békéscsabáról vélhetőleg állatvédő, mert a következőket fűzi hozzá a hírhez.
Szegény kis csacsik, a Billy hiába van utasod nyakán, a szar mégis a hátadon ül. Tari Vencel forráskútról röviden csak ennyit mond. Nagyjainknak nem kell szamát hátra ülniük, mert a mi zsebünkben aztán kotorázhatna. Most tessék, senki nem nevetett, csak tapsoltak. 15 hónapig vártam erre, hogy egy mondatot felolvassak. Most 30-at várhatok a következőjén. Te nem olvassál, te írjál. Írtál, most írtál. Hallottam, megjelent egy könyved. Megjelent neki. Az a címe... Benne vagyok? Megnyugtatlak, te vagy az első sora. Egy komoly. Egyszer Verebes azt mondta, így kezdődik a könyved. Komolyan? Esküszöm. Egész véletlen nálam van ezt a bajortot tanultam. Egész véletlen nálam van a bajortot tanultam. Mi az első sora? 8 szót írtam a Verebesről. Sok, de elsőre. Azért, mert belelapoznak, azt mondja, Verebes, azt mondja, ezt megveszem, és utána egy kurva szót. Miről szól? Mi a vége? Happy end. Nem te vagy a vége. Csak azért mutattam meg, mert az Imperial hátán ülök. Ezt ti nem értitek, szóval ez olyan, mint hogy egy Mohamedán a Kába köre felül. Szóval ez egy... Ez a... Mi nem értünk, János, valamit. Mi? Ne hülyeskedjünk. Az a jó, hogy a Imperial már nem él, mert akkor ezt is fölgyújtanak. Imperialnak a papáját én mentettem meg. Nem a Havas? Nem. Ilyet ő szokott ki. De miért nem lehet az Imperial hátára ráülni, még ha szobor is? Nem így. Hát te, ez egy szentség. És ezt egy fotós találta ki, hogy engem ráültet. Itt van még egy, bocs, muszáj megmutatom, itt van még egy 4 méteres szobor talapzat, és mind a Karintibe úgy fölmászhattak létrára, rátettek egy széket, rátettek egy kerti padot, de ez egy nagyon alapos fotós volt, akkor jött Angliából Nálási Pál, és 30 percet állított engem be szélviharba, és közte 3 takarítón a vödőrrel szemben röhögött rajtam. Még jó, hogy le nem dobott. Szobrokról egy. Mindenről beszél, csak arról, miről szól a könyv. Erről, nem szól semmiről, csak 2000 forintba kerül. Ez a lényeg. Miről szól? Egyébként a szobrokra akartam egy édes történetet elmondani, nem tudom, hogy lesz-e csatornája, de hangulatos történet. Somogyi Józsefnél jártam Hangulatos? Igen. Akkor hátra dőlök. Faszom, meg én is majdnem hátra. Somogyi Józsefnél voltam interjún a képzőművészeti főiskolának a század egyik legjobb szobrászművésze volt a rektora, és nagyon érdekes volt, beszélgettünk, egyszer csak tanítványok körben dolgoztak, egyszer csak bejön egy festőfiú, és elmesélte, hogy egy tavaly végzett nagyon tehetséges festő éhen halt. A szószoros értelmében éhen halt. És akkor ott a diákok elkezdtek erről beszélni, hogy ez a művész sors. És akkor azt mondta Somogyi a hallgatóknak, hogy gyerekek, egyet jegyezzetek meg, a festők azok éhen haltnak. Szobrászok soha. Szobrokat ledöntik, és mi mindig újat csinálunk. Van még néhány e-mail és levél is. Szóval, kedves heti hetes, írja Eszter, imádlak titeket, még téged is, Laci. A Havast pedig tiszteljétek, hisz ő a legokosabb a Teddy után. Akkor én is olvasok valamit. De azért nem, de ezt meg kell gondolnunk, hogy ez mit jelent potenciálisan. Várjál! Kormány. El kéne tenni lábalól. Apeket ráküldeni. Nem tudom, történjen vele valami. Hát majd szegény akkor... Tedivel már történt ez egy-két dolog. Miről beszéltek? Róla, de ne törődj vele. Egyébként azt tudjátok, hogy ma 1 éve volt a Suzuki. Azért beszélünk most róla. Fizetett a biztosító? Oh. Vagy hadi esemény? A biztosító fizetett, de valaki jobban járt nálam. Mindjárt keresek egy papírt, elnézést. Itt van Áder János vagyonnyilatkozata. Hát mostanában nagyon könnyű vagyonnyilatkozathoz jutni, mert mindenki nyilvánosságra hozza. Azt mondja, hogy beszámolt arról is, hogy 2 éve a család egy Opel Astra típusú személygépkocsit vásárolt, ennek vételárát abból a biztosítási összegből fedezték,
amelyet a 98 nyarán ellopott, a család tulajdonában lévő Lada Samara után fizetett a biztosító. Csak nem adja meg a biztosítónak a nevét, mert... Úgy volt, hogy 98 májusa előtt lopták el a Samarát, és május után fizették ki azt, amiből megvette az új kocsit. És az annyival több? Hát, ha közben van egy választás, amit megnyernek, legalább. Várjatok, ha már biztosítás, és nekem van egy ilyen szöveggyűjteményem, ez az üzleti hétben jelent meg, hogy a kárbejelentők a biztosításukat, én nem tudom, hogy te hogy csináltad, hogyan jelentik be. Most itt van egy ilyen összeállítás arról, szabad idézni egy párat? Tehát, hogy mit mondott a biztosítónak, hogy mi történt? Azt mondja, 40 évi vezetés után elaludtam a kormánynál. Hát kifárad ez ember, igen, piszkos. Azt mondja, a másik. Hirtelen jobbról, a járdáról lelépett egy gyalogos, majd szó nélkül eltűnt az autóm alatt. Mehet még? Mehet. A lámpás kereszteződésnél hirtelen színvaksági rohamom támadt. Akkor mondom. Autóm nyílegyenesen haladt előre, ami kanyarban általában az úttestről való letérés vonja maga után. Nagy sebességgel közeledett felém a távirópózna. Én ide-oda rángattam a kormány, de neki mégis sikerült eltalálni a hűtőn. Kocsimmal a terelőpalánknak hajtottam, felborultam, majd egy fának ütköztem. Ezután elveszítettem az uralmamat az autón. Van még egyet elmondom. Ez pont olyan, mint a politika. Figyelj meg, hogy ugye ezeket fogják nyilatkozni a vezető politikusok 2002-ben. Neki mentek, aztán ezt csináltam, azt csináltam, azt csináltam, utána elvesztettem az uralmamat. Akkor mondok egyet, ami oda... Akkor van még egy, ami erre vonatkozik esetleg. Nincs szükségem életbiztosításra. Azt akarom, hogy mindenki valóban szomorú legyen, ha meghalok. Most én ne haragudj, el kell, hogy mondjam, hogy én velem volt egy eset, és én is fölraktam szépen a kis papírra, másik kocsira, amit ugye összetörtem, hogy mi volt a káresemény oka. És az volt a káresemény oka, hogy én egy szép nagy, volt egy fehér bundám, kecske bunda, és akkor még cigarettáztam, és így hátra hordultam, és tolak, és fölgyulladt a bunda. Ráírtam szépen, hogy bocsánat, de fölgyulladt a kabátom. Úgy nem azt írtad, hogy a bundám, mert félreértettem. Ez ilyen. Még mielőtt elütöttem, biztos voltam abban, hogy az idős úr nem fog áttérni a túloldalra. Juhász Rózsa kecskeméti nézőnk egy brazil mondást ajánl a figyelmünkbe. A társadalom éjszaka fejlődik, amikor a politikusok alszanak. Dávöl János! Horváth János! Hernádi Judit! Verebes István! Havas Henrik! És Farkasházi Tivadar! A hollywoodi sztár Gwyneth Paltrow Beverly Hills leghíresebb kozmetikusával csináltatta meg fanszőrzetét. Hogy milyen formájúra, az nem derül ki a híradásokból. Néhány tarifa ízelítőül, hagyományos bikini vonal $35, Playboy bikini vonal $50, Brazil bikini vonal $45 és speciális minta $70. Egy politikus feje mennyibe kerül? Hát nem fér az oda. Már a nehéz napokon. A nehéz napokon drágább. Jaj, Istenem, jaj. Kiszámoltam, hogy ez olyan 11 ezer forint körül van mondjuk egy ilyen sima biki. Bár nem tudom, milyen a brazil. Ugye? Barna. Akkor abból kimaradtam, jó van.
Szóval jó, rendben van, és de nálunk is azért egy-két helyen most már elég magas árakon vágnak ilyen, meg csinálnak ilyen. Csinálnak ilyen? Igen. Ne viccelj, már sokkal hamarabb, ha már így érdekel benneteket, sokkal hamarabb csináltak itt, mint ott, mert ott azért nem szemben, mert ez fáj. Érted? Ez a gyantázás, ez fáj. Tehát nagyon sokat kell érte fizetni, hogy fájjon, és akkor most örömmel mondja, hogy darabig nem lesz problémája. Te fazonod, de ahogy állunk? Életem az is meg van oldva. Engem csak az érdekel, hogy azt is benne van a cikkben, hogy az Oscar díj átadása előtt őrületes a forgalom ebben a Beverly Hills-i fordászatban. Azon kezdtem gondolkodni, hogy az összes nő oda megy fazonra nyiratni a punciát, akkor mi lehet ott a bankette? De ez régen Magyarországon sokkal egyszerűbben volt, mert a férj csinálta ezt, és akkor legfeljebb azt mondta a feleségem közül borotvált, hogy anyukám, részé, hogy csinálj, csak így. Nem érdekel véletlenül titeket, hogy miért nem lettem kozmetik? Na. Nem, de mondd el. Azért nem, mert a havas már volt kozmetikus is. Anyám 14 évesen beadott egy kozmetikushoz, aki 80 fillére szedett ki egy szőrszálat. És mondta, micsoda hülyeség, 80 fillére, és mondta a kozmetikus, te tudod, hány szőrszál van egy női lábon? És utána én 5 évig nem mertem nőre nézni. Én azt értettem meg, mi az, hogy fanklub. Lehet egy szép költői befejezés ennek a témának? Hát, csak az lehet. Akkor előtte hadd mondjam el ezt, hogy nekem a legnagyobb bajom tulajdonképpen az, hogy itt is olyan sokat kell értem már lassan fizetni nagyon sok helyen, de nálunk nincsen ez, hogy ilyen mintát vágnának bele. Miért vágnak nálunk? Mint a szeretlek Józsi, vagy valami ez. Vagy görög. Magyar ülne a görög, vagy az azt mondja, éppen hozzá, azt mondja, miket olvasok itt rá? Hú, ez a Józsi? Szeretlek Józsi, hát ez mekkora? Jó, hát akkor... Na de ki látja? Hát... Na most például föltenék egy ilyen kérdést, nehezen válaszolnál, ugye? És az érzed, hogy nekem oda van írva, hogy szeretlek Józsi, ez semmi? A Lechnerödön csinálta az Iparművészeti Múzeumot? Henrik, ugye? Egy gyönyörű szép cserepeket rakott a tetejére, meg szobokat, és kérdezik, hogy ezt nem fogja... Majolikát, majolikát. Lázom. Zsolnai majolikát. Cserepeket. Eozinnal bevont majolikát. Bizony, te, de bizony. Bizony. Én garantálom, ma még olyan okosokat fog mondani, Havas Henrik, hogy a Gálvölgy összeszárja van. De most van... Hol is hajtom? Van mibe? Hát csak befejezem, és mondták, hát Ödön bácsi, ezt nem fogja látni senki, azt látják a madarak. Le is szarják. Nekem már csak ez jut ma eszembe. Meglepő. Egyszer ott az Iparművészeti Múzeumnál kezdő... Bocsássak, egy pillanatra. Azt fogják mondani ezután a műsor után, hogy a Gálvölgyi ebben az e-heti, heti hetesben kicsit nyögvenyelős volt! Jó lehet tapasztalni! Kezdő riporterként észrevettem egy... Hangulatos történet? Igen. Rögtön már a könyvet. Észrevettem az Iparművészeti Múzeum sarkánál egy utcaseprőt, aki nagyon intellektuálisan nézett ki. Kiderült, hogy felsőfogó végzettsége volt, és mondom, hát gépészmérnök létére 50-valány évesen. Azt mondja, hogy visszavonult a világtól, elvált, és arra gondolt, hogy egy olyan munkakört választól van ideje filozofálni. És mondom, ez hogy? Hát azt mondja, nézze, ide jönnek a galambok, szarnak. Én fölsöpröm, megint jönnek, megint fölsöpröm. Ez tulajdonképpen olyan örök körforgás, ami engem gyönyörködtet. Demszki Gábor zárt borítékban elküldte vagyonnyilatkozatát a legfőbb közjogi méltóságoknak. A főpolgármester kikötötte, Márl Ferenc államfő, Orbán Viktor miniszterelnök és Áder János házelnök akkor hozhatja nyilvánosságra a dokumentumot, ha Tordján József vagy Orbán Viktor lemond. Na de ez egy hülyeség. Hát a Demszki vagyonnyilatkozata annyi felesége volt, mint a Velebesnek, nem is lehet vagyona. Vigyázzunk, mert rám hivatkozott. Na,
Én nem tudom, valaki saját fülével hallotta, hogy azt mondta, hogy a Verebes Pista per Pista, mondta Gabi. Ő meg Havas úr, tudod? Mi? Igen. Azt mondta, hogy én néhány héttel, ez hónapokkal ezelőtt volt, hogy azt mondtam, hogy legyen egy olyan párt, amelyik nincs. És erre a Demszki azt mondta, hogy ez tetszett neki ez a mondat, és ő elhatározta, hogy az SZDSZ ilyen párt lesz, ami értelmetlen dolog tulajdonképpen, mert én megmondhatom neki, hogy az SZDSZ már nagyon régen egy olyan párt, mint ami nincs. Úgyhogy... Ja. Hát inkább olyat egyébként kéne csinálni, ami van. Egyébként Demszkerő gondolkodta meg róla, hogy akiket ennyi nő elhagyott, azoknak nem a vagyonukkal van baj, hanem valami mással. Nem voltál tényszerű, Havas. Nem elváltam. Engem egy nő se hagyott még el az életben. Hát én is ezt mondanám a helyedben, de... Hát te írtad, hogy nem mondod. Csak miután mindig az ő lakásukban laktam, elmentem onnan. Álljunk meg. Hát azt mondja, akkor hozva nyilvánosság a Tordján és Orbán lemond. Na most az, hogy lemond, az egy nagyon... Nem, és vagy. Vagy, mindegy. De engem az érdekel, hogy mi volna, ha lemondanának. Szóval most Tordján például lemond, és akkor mit fog csinálni? Elmegy szerzetesnek, szegénységi fogadalmat tesz, vagy... Hallgatási. Azt gondolom, az egészről, hogy abban az országban, ahol a tisztességet bizonyítani kell, ott valami alapvetően büszlik, szerintem, de... Minden összefügg, tehát én sem nyilatkozom a Juci múltjáról, mert ő is sokat tud rólam. Dávid Ibolya reagált Tordján József azon javaslatára, hogy parlamenti bizottság tárja fel az összes képviselő 1990 és 2000 közötti vagyongyarapodását. Dávid szerint az, aki ilyen nehéz helyzetbe hozza a magyar közéletet, ne nyújtson be bizottság alapítására vonatkozó javaslatot, amíg nem számol el a vagyonával. Igaza van. Nem hiába, ő az igazságügyminiszter. Nagyon aggódom én ezért a Dávid Ibolyáért. Ja. Úgy beszél, mint egy ember. Na, pontosan. A Magyar Kultúra és Örökség házában tartott előadást Keresztény hitvilágunk, a mezopotámiai ásatások és a humányi tekercsek tükrében címmel Tordján József. Délután beálltam a sorba, hogy jó helyet kapjak. Orrom előtt fogyott el a jegy. A guta ütött meg. Ez Kumráni, nem? Elmentem utána, inkább helyette megnéztem az új színházban a Bibipapát. Kumányi van ide. De oda volt akkor, az izébe volt írva, hogy Kumráni végig a cikkbe. Kumráni. Mert a meghívóban rosszul írták. Kumráni van, és Kumrán van. Kumányi. Természetesen. Magával Jézussal is találkoztál? Kumráni vagy Kumráni? Kumráni tekercsek tulajdonképpen. Pillanat, szavazzunk. Én azt mondom Kumányi. Én nem szavazok. Kumányi. Én nem tudok semmit, hülyeség. Akkor nyugodtan szavazzál, ha nem tudsz semmit. Tartsd elő rá. Na jó, rá. Te mit csináltál? Kumányira szavaztam. Nem Kumányi. Ki volt arra jó? Szavazok, hogy nem Kumányi. Ha már fönn a kezem... Egyébként ez a jó, tehát nem az van, hogy szavazok, nem szavazok. Fönn marad a keze, és rend változtatja meg a véleményt. Ez jó. Hát ezért nem véletlen. Te nem tartasz a pozíció szemmel. Nem változik, csak a filozófia. Hova figyelsz te szavazásnál? Én mindenhova. Ne a kérdésre, rád! Esik, olyan közel ültök egymáshoz. De nem, ez nem megy. Hát ha meghív a kisgazda, meghívna az volt, hogy ne Kumányi... Ne haragjatok, gyerekek, dolgom van. Egész kicsi, de itt ülök. Ha egy kisgazda meghívom Kumányi, akkor az Kumányi. Na, tessék egy másik próbát. Ember, ki szavaz Kumránra? Én is, te mire szavazol? Te nem szavaztál egyszer se. Mert én tudom a választ, de na nem merem. Kumrán. Kumrán. De nem, de én értem, hogy mit mondott Teddy, hogyha a meghívó Kumányra szól, akkor Kumány. Igen. Jó, vegyük egy másikat. Ember küzdj és bízva bízzál, kimondta. Nem kimondta, kinyílta. Tornyá József. Henni kiírta. Madács. Hogy írja Madács a nevét? Szia. Tessék, itt van Terész gazda. Tessék. Madács Csével. Na látod,
Kisgazda újság, mit vitatkozol? Én egyébként sejtem, hogy miért volt ez az előadás. De bocsáss meg, na. Tudod, miért foglalkozott ezzel? Mert úgy olvastam, hogy Mezőpotámia. Igen, vidék és Mezőpotámia fejlesztési miniszter. Szép fantasztikus, hogy mennyi energiája van. Hát az RTL-t anyagilag romlásba fogja dönteni. Minden héten elviszi. Minden héten, minden nap elviszi a vágó 40 millióját. De ő már nem akar milliómos lenni, ez ma. Olyan snasz neki. Sztárjátékos lehet. Ugye hegedült a torgyát. Hát arra is képe, csak borítékot nem tud nyitni, azt nem tudom. Én mindent elhiszek, ha egyszer kézre veszi a hegedűt, és tényleg tud hegedülni. Mert szerintem az se igaz. De tudod, mikor fog ő hegedülni, ha az egész parlament már bebizonyított, hogy tud hegedülni? De amikor felállnak a különböző frakciók. Kérem is, én zongorázni fogok. És akkor már... A Stanford Egyetem kutatói olyan pirulát fejlesztettek ki, amely csökkentheti a nők vásárlási kényszerét. Az anti-shopping tabletta az agyba jutó szerotonin hormon szintjét növeli, ezáltal fejti ki jótékony hatást. Ez egy hülyeség. Hát a feleségem úgy vásárolt cipőt, ahogy a Champions League-át régebben lebonyolították, vagy az UEFA-t, hogy előbb 16-os döntő van, aztán 8-as, tehát végigmegyünk, aztán 4-es, 2-es, a végén 1 győztes van, és akkor azt mondja, inkább nézzünk táskát. Volt olyan feleségem, akivel kimentem Londonba, leértékelt bugyik voltak, ilyen dobozokban. Egyforma színű, egyforma számú, teljesen egyforma rózsaszín bugyik egy ilyen dobozba. Azt ő mondjuk így 40 percig tudta így válogatni. Én így álltam és vártam. Így könnyű ott hagyni. Olyat. Pista, te látod? Nehéz, hogyha leveszi a bugyit. Pista, te láttad már a feleségedet 4 kézláb? Vigyázz, beugratós kérdés lesz. Megyek haza, és 6x6 méteres nagyszobánk van, és a Mimi 4 kézláb. Bugyival kiesett, vagy bugyi nélkül? Kiesett a kő a gyűrűjéből, és próbálta 36 négyzetméterre megtalálni. Egyébként Amerikában egyszer kísérleteztek, mert itt az eredeti hír, ha még tetszenek emlékezni, ez az anti-shopping tabletta volt. Az a frankon kísérleteztek törülköző tablettával. Az emberek utálják ezt az egészet, hogy bekap egy ilyen fürdést, és hirtelen szárad le. Ami érted, ez az egész macerra, és akkor egyébként. Londonban álltam egy helyen, már 40 perc a feleségem vásárolni volt, és jön három óriási szatyorra, nézek így ilyen meredt szemekkel, odajött, egyszerűen fogd magad, és belém rúgott. És aztán fogadjunk, nem rám gondolt. Mazsovec Imre nem jelent meg az egri uszoda avatásán. Nem tud úszni. Vagy szoci a városvezetés, ez a két eset lehetséges. Ne, ott volt a Dajcső avatott. Fölolvasok nektek egy mondatot. Lehet, hogy ott volt, csak nem látták a sok fától. A fával van egy kis probléma, gyönyörű szép az úszoda, tényleg lenyűgöző, csak van egy kis probléma, hogy ne penészedjen meg a vízcseppektől, a párától, ezért 29 fok alatt fűteni kell. Tehát azt a augusztusban is fűtik, igen. Te jó ég! De nem kerül sokba. Ebből semmit nem értem. Tessék? Ebből semmit. Ez a gyönyörű faszerkezet, ez olyan, hogy a pára ne csapódjon le a tetőn, és a fatető ne rohadjon el, ezért ha 29 fok alatt van a külső hőmérséklet, akkor fűteni kell. Ja. De akkor ez nem szauna? Egy török házaspár 11 hónapos fiát ajánlotta fel lakbér fejében egy gyermektelen házaspárnak. Előzőleg már két lányuktól hasonló módon váltak meg, az egyiket bútorra cserélték.
Hát te most értettem meg, sose értettem, amikor a Domusba sétáltam, hogy csöpi hevelő, meg panniszek, és... Ezek eladott gyerekek. Tudom. Ez a legjobb. Totális csendből indítani az információt. Igen. Nem sikerült. Te a csönd után akarod a reklámot? Nem. Úgy tudom, kellene, mit? Hogy rappapapa reklám, hogy visszajönnek vissza. Ilyen valami unalmas. Akkor most reklám következik. 9. Ez megint egy fütyművészeti élmény. No! Szombathelyen a közgyűlés megszavazta, hogy a képviselő tiszteletdíja 14%-kal növekedjen. A polgármester Szabó Gábor fizetését azonban 185 ezerről 416 ezerre emelték, továbbá 4 havi tiszteletdíjat kap jutalomként. Plusz nyelvpótlék. Ugyanaz volt idejében. Ugyanaz nem plusz nyelvpótlék, azt kapta meg visszamenőlegesen. Ja. 150%-os emelés. Erre látod, nekem... és hogy most már tudja olyosul mondani, dokumenti ezt. Igen. Nekem... Ingyen, ugye lesz. Erre a 150%-os emelésre nekem 3 kérdésem van és 3 válaszom. Az egyik kérdés, az első kérdés az, hogy... 250%-os emelés. 250%-os. Mondja a pénzügyminiszter jelölt. Az emelés az mit jelent, hogy az összegnek a 150%-a? Annyira nem tudsz számolni, hogy belőle ez fölnövelés, úgy mindig kell csinálni. Az emelés az mit jelent, hogy, hogyha nekem 100 forintom van, és 250-et adnak, az hány százalékos emelés? 150, nem? Tessé? A 150%-os emelés. Én rögtön leváltalak, ha nem válaszol. Nem? Igen. Hát ez ugyanúgy van. De miért? Attól függ, hogy fölülről számolod, vagy mert alulról. Az alapösszegnek a 150%-a az emelés, nem? Most majdnem mindegy, a lényeg, hogy elég sokat kapott. Milyen jó, hogy én sportminiszter vagyok, de semmihez nem kell érteni. Az a... Miniszterelnök úr! Drága miniszterelnök úr, ha én azt mondtam, valamit? Hogy ez 250%, akkor kérhetek, te ne gondolkodjál, jó? Miniszterelnök úr, kérhetek öntől 2. Most 3 kérdést, 3 választ fogok tenni. Addig ne bögdösön és ne ugasson bele. De már nem annyira érdekes, a 3 kérdés így hangzik. Az első kérdés. De milyen önuralmam van? Milyen önuralmam van? Várjál, és nekem! Mert ő lehet, hogy az asztal alatt megtanult kakilni, de én meg fogom tanulni tökörúgni. Engem érdekel, én meghalok, ha nem mondom. Nem mondom már, mert elvicceltük az egészet. Nem igaz. Végül is, hát nem van szarva, hát mit érdekes, hogy... Parancsolsz! Hülye vagyok, itt ülök habókra, ki fogom adni, akinek kell. Már akartam kérdezni, hogy most mi ez a egyenlőtlenség, hogy ő azon én csak egy szék? Hát az, mert aki nem volt kötelező még ezt nézni, hogy én... De nem tudom, miért nekem küldték ezt, az az igazság. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, és hát élek, ülök a helyzettel, úgyhogy... Én kaptam. Te elloptad az én egyik effektusomat. Mert én mindig ide nézek, te meg mindig ide nézel. Érdekel, hogy mi a probléma? De mert érdemi dologról van szó. Egyébként és... csak rakd fel a kezed előttem, vagy én intek, hogy én lehet. Én akarom a Pistát nekem... hallani, kész. Pista beszél. A Horváth Janit azért ültették át a bohóc oldalra, mert ez az oldal már kezd elhűlni. Na most... Mert mi készülünk egy feladatra, és az szellemileg valahogy ja, fel kell dőlni. Tervszerű? Ja, tervszerű. Leépítsük magunkat. Ja, értem. Most már soha nem fogjuk megtudni, hogy mi nem, van ez a 150. Mondjad. Nem mondom már. Mondjad. Én egyetlen egyet tudok. Semmi más nem tudok hatást elemezni. Tehát ha most elmondanám, annak már nem lenne hatása. Próbáljuk tehát, ki. Nem, ilyenkor viccet kell mondanom. Próbáljuk ki, ne nem próbálom. Ismét Rabcsák András Hódmezővásárhely polgármestere. A választáson győztes Rabcsák szerint ellenfele Mucsi Imre valójában a baloldal jelöltje volt, és nem a kisgazdáké. Éppen ezért a vásárhelyi polgári erők
Fölényes győzelmének országos jelentősége van. Rabcsák 50,32%-ot, Mucsi 47,8%-ot kapott. Azt tudjátok, hogy Orbán elkerülő utat ígért, csak azt nem tudom, hogy a város körül vagy Rabcsák körül. Én a Rabcsáknak drukkoltam. Nem, nincs semmi poén. Én szerintem ez egy szívós pali, és van humora. Nagyon nagy dolog. Van humora. A Rabcsáknak van De humora. Azért nem lehet valaki polgármester, mert humora van. Meg hát, ilyen alapon lehetne helyettem miniszterelnök a Gárvölgyi. És a képességek szart se számítanak. De azért lehetnék... Akkor te most bevallottad, hogy neked meg nincs humorod. Hát ez eddig nem derült ki. Kisztuka, és ha valaki vesz egy telket 2,5 millióért, és eladja 84 millióért, és megkérdezik tőle, hogy hogy csinált, azt mondta, nem érdekes, akkor az humor? Az nem humor, de én meg már... Én már ha viccesen mondja, akkor igen. Ebben a gangster világban azt mondom, ha hódmezővásárhely is fejlődik, és ő egy kicsit építkezik... Bocs, most jól mondom, 40-szeres haszon, az kicsit. A kicsit, de hát azt mondom, ha ő a város hasznára van, akkor itt mindig jobb, mint aki csak lop, és semmi nem történik körülötte. Feledi megkérdezte tőle, hogy hogy van ő a keresztény értékekkel, ugye hát kereszténydemokrata, és azt mondta, hogy teljesen távol áll tőle a gyűlölködés, és nem haragszik senkire, csak akkor miért patkányozott állandóan? Vagy azok kedves állatok? Kit, ezt nem hallottam. Hát a turiékat. Patkány a legintelligensebb állat. Én egyszer forgattam egy patkánnyal, pont akkor volt a nagy patkány. A nevét mond. Pont akkor volt a nagy patkányírtás, és akkor kellett volna egy patkány, és nem találtak egy patkányt, és fogtak egy szegény fehér patkányt, kihozták ottan, megmentették a kísérletektől valószínűleg, és bemártották Tulsba. Szegény. És piros... Mi? Ja, hogy fekete patkány. Persze. Hát ez volt a spirit nála. Piros szeme volt a legényem, mert az úgy maradt, tudod. New Yorkban rengeteg a patkány, és akkor ott voltunk egyszer a gyerekemmel, és akkor ott a parkban a gyerek az elkezdte etetni a mókusokat. És minden nap lement, és etette a mókusokat, és aranyosak, olyan kedves kis mókusok, azok álltak már sorba. És kifigyelte egy patkány, nem viccek, és a harmadik nap beállt a sorba. Marha okos, és állt a sorba, és ment előre. Ilyenek a patkányok. És a gyerek csak akkor vette észre, amikor már ott adta neki a izét, tártak sorba a nyolc. Írjuk fel a falra, hogy ami a mókusoknak jár, az kifigyelik a patkányok. Jó. Na, szóval a szegény kis patkány, ott mindenki etette ezt a szegény kis patkányt, és állatira elunt, én nagyon sajnáltam szegényt, hogy össze van festve, és nem tudtam, nem is tudom, hogy túlélte. És ilyen kis kivágott ruhába voltam, és akkor a patkány nem tudott hova menekülni, és ide beásta magát. Nem vicc, és itt lógott a farka. Így bement. Tús. De nagyon... Tényleg okosak a patkányok, Én is oda menekülnék, köszönöm. Csak már nem lógnak ki a... Én patkány lennék, én egy másik útvonalat választanék. Azokon a kevleken még elférnénk hatat. Görényeket nem engednek oda, csak patkányok. A kormány elkívánja engedni a Magyar Televízió 9,5 milliárdos adósságát. Hát kinek mi köze hozzá, a saját tévéje? Nem, ez 50-50 van. Ez már járt, ugyanis el kell engedni a kormánynak a tévé adósságát, mert a MTV az elmúlt 2 évben ugyanígy elengedte egy csomó adósságát a kormánynak. Olvastál nekem a hétfői főműsoridőt a M1-esen? 20-21:30-ig? Egymás után? Azt mondja, önök kérték. De mondd az órákat. Ja, 20 óra önök kérték. 21 óra kormányváró,
21:30, te vagy a legjobb. Ez minden hétfőn van? Ja, most látom, ez a keddi volt. Azt mondjátok meg nekem, hogy néztem én is a Balónak a beszélgetését, pontosabban a Orbán Viktor beszélgetését a Balóval. Orbán Viktor csinált egy interjút a Balóval, nagyon jó volt. Baló még néha kérdezhetett is, olyankor megmondták neki, hogy hát ezt nem kellett volna talán kérdezni, de minden rendben van, tulajdonképpen kidumálta magát, de mondjuk tényeket is mondott, valóban érvelt is, ami nagyon nagy dolog, ismerjük el. Ez miért van? Ezt miért csinálja? Ezt? Ez mit jelent lélektanilag szerintetek? Ez így. Most nekem is megtetszett. Ebben van valami kenetteljesség. Mégis látják, hogy mindenkivel méltányos vagyok. Bocsánat, 75 éves volt a rádió a héten, és volt egy nagyon szép koncert a Zeneakadémián, és a Körmend Ékes Judit tartotta a díszbeszédet, és úgy kezdte, hogy köszöntöm a rádió jelenlegi dolgozóit. Finnországban több mint 20 millió forintnak megfelelő összegre büntettek egy autóst. De annyira szerette volna. Nem, hagyjad, menjünk tovább. Ne. Nem. Itt szokták a másik oldalt. De mondd ezt nekem. Elment a keddem az egyébként. Ne bögdös, ne bögdös. Hogy a főiskolán mit oktatnak? A Revicki, vannak ilyen hülye helyzet gyakorlatilag a főiskolán első évben. Revickinek volt a legnagyobb sikere, egy mondatot szabadott mondani, és valamit kitársa. Revicki letérdelt hosszasra, és így azt mondta, uram, ott, hogy mind a két kezem egyforma legyen. Finnországban több mint 20 millió forintnak megfelelő összegre büntettek egy autóst, aki 40 km/h helyett 70 km/h tempóval autózott. Finnországban nincs egységes bírságtarifa, a szabálysértő jövedelmi helyzetéhez igazítják a büntetést. Az úr pedig pehére gazdag. Ha ezt nálunk is bevezetnék, akkor fogadni mernék, hogy a politikusok is sokkal lassabban mennének. Na? Lévén, hogy ez úgy lenne akkor, hogy vezet a politikus, a ciklus elején még ugye így, és aztán ciklus végére meg már csak ugyan szépen. Nehogy baj legyen, mert ugye... Na de hát mi csak ugorok vagyunk életem, nem finnek. Egyébként ilyen sebességlassításra én láttam egy jó példát, ez most nem vicc, ez egy komoly történet, és ez számomra egy nagyon tanulságos dolog volt, ezt Portugáliában láttam, mész ott egy ilyen partmenti úton, és akkor ki van téve, hogy maximális sebesség 70 km mondjuk. Na most, ha gyorsabban mész át rajta, akkor ezt érzékeli egy ilyen szerkentyű, és körülbelül 400 méterrel vagy 500 méterrel odébb piros lámpát kapsz. Azon az úton, ahol nincs keresztút. Tehát meggyullad a piros lámpa. És akkor az történik, hogy te mennél 70 alatt, mert te tudod, hogy piros lámpát, de valamelyik marha elrohan melletted 100-zal, és aztán ketten vártok a piros lámpánál. És egy nagyon jó az ötlet, mert ugye a tizedik után a társulat szépen belejön, mert csak elég, hogy egy megugrik, és akkor az egész sort megint megállítják. Egy iszonyú jó ötlet. Ezt nem fogjuk átvenni, mert jó, ez biztos. Miért, amikor... Minden. A törekvés megmondja, egyszer volt egy rendőrtiszt, bejött a Magyar Televízióba, akkor jött be az első Kodzsak film. És akkor azt mondta, hogy azzal a megbízatással küldték, hogy tanulmányozza, hogy hogy van az, hogy ezekben a Kodzsak filmekben a Kodzsak mindig beugrik, kikapja ezt a kék lámpát, arra is fölteszi. Hát mondom, hogy jöttek? Mert mi is próbáljuk, mert hetek óta, de leesik állandóan. És akkor kiderült, hogy ez egy ilyen mágneses lámp. Anyját. Igen. Engem ezzel a Semmelweis utcában, ott, ahol a művész úr lakni szokik, ottan egyszer ugye úgy behajtottam, és iszonyatos hóesés volt. De valami iszonyatos hóesés volt, belvárosban mentem, és azt mondtam, hát nincs az a rendőr, aki most engem leállítson, ott tényleg nem szabad bemenni. Volt. Hárman voltak. Lehajtottam az ablakot, és azt mondja, tudja, miért fogom én magát megbüntetni? Mert magától azt vártam, hogy több esze legyen. Mert maga ugye arra gondolt, hogy a nagy hóban nem leszünk kint, de mi túljártunk a maga eszét. Nekem volt még tavaly nyáron, én nem volt rajta, mert biztonsági jövő, álltam egy piros lámpánál, és
olyan volt a rendőr, mint a Verebély Iván. Most nem akarom ezzel egyiket sem megbántani. Igen. Beállt ilyen ufósat. De azért megbántottam mind a kettőt. Hát azért mondtam. Na, beállt egy motoros rendőr, lefejtette magát, azt mondta, művész úr, már megismertek engem. És akkor tudták, hogy a Havassal vagyok egy műsorban. Művész úr, azt mondja, nincs magán biztonsági öv. Hát mondom, magán sincs. De az volt a vicc, hogy én zöldet kap, elindultam, és azt láttam, hogy a Pali még ott... Bánk Attila szeretné, ha Pallag László megkeresné Pintér Sándort. A Miért újságírói kérdése azt válaszolta, hogy rendezzék viszonyukat. Megbeszéljék, hogyan lehetne... Nem is tudtam, hogy viszonyuk volt. Megbeszéljék, hogyan lehetne az immár pereskedésig fajult helyzetet barátivá tenni. Két értelmes ember megbeszélése után biztosan nem lobban fel a gyűlölet lángja. Tette hozzá Bánk Attila. Két értelmes ember megbeszélése után nem, de hát... De nem tudom, hogy ti szoktatok-e például nézni parlamenti közvetítéseket. Hát annélkül ennem indulok haza. Én hova hát, tovább... Három hetente elkapom. Én ott tartok, hogy néha ki kéne például írni eleve abban a te rádióviságodban, hogy 18 éven aluliaknak nem ajánlott. Olyan a tónus. Ezt most komolyan mondom. És az ügyek számát tekintve pedig én elképzelhetőnek tartanám egy rendőrállomás létesítését a parlamentben, mi több egy saját ügyvédi irodát, amik már olyan tömegben pereskednek egymást, vagy egy kis helyi bíróság. Tehát ők mind ügyvédek állítva. Most hallottam, hogy jogvégzett emberek ülnek ott mint. De az a kormánya. Ja. Nem, a többség az közgazdász, nem? Ugyan már. Nem akartalak megmondani. Én megmondanám, hogy mi a többség, csak nem akarok annyiszor bíróságra menni. Gondolkodtam ezen a bánki mondaton, szóval olyan szép neve van a bánknak, ugye? És akkor lehetne a Pintének Petúr, a Tolgyának meg Tibolc, és akkor egy milyen szép. Sajgó szívét felejti bánk. Milyen jó, hogy a kisgazda bánk. Elmeséltem. Hazám, lehetne énekelni kisgazda módon, vagy kisgazdáknak. Úgyhogy hazám, hazám, nem? Nem te jobb. Mindenem! Az irodai dolgozók közül minden ötödik kipróbálta már a munkahelyi szexet, állapította meg egy német felmérés. Az irodai szex jótékony hatással van az alkalmazottak teljesítményére. Köszönöm. Jussi, azt hiszem, nem hogy lehet gyerekek. Azt hiszem, hogyha itt mindenkit fel akarsz dobni, sokáig tart az egész reggelig. Én már nem tudlak benneteket földobni. Legalább engem. Jussi, jobb, ha most jó szántadból, mert aztán kötelező lesz. Azért frottvisz téged, mert tulajdonképpen akar tőled ezt-azt. Azért mindig kötekszik, hogy öreg vagy, hogy nagy a melled. Nem tudom, közben halálosan beléd van esve. Dehogy van, ne mondjam már. De én tudom, hogy beléd van. Egyszer bevallott egy őszinte pillanatában, hogy rá ez hatással van. Én rám? De azt mondtad, hogy ez egy jó taktika. Én soha nem mondtam, hogyha te pont az ellenkezőjét mondtam. Mi? Vagy egyszer így férjhez mentem, az rendben. Többet nem. Most vegyük úgy, hogy ez egy munkahely, igaz? Ez egy munkahely. Ja. Nem dolgozunk, de éten. Hát azt mondják, hogy minden ötödik, akkor mi hatan vagyunk a minden ötödike. Tudod, hogy első, második, harmadik, negyedik vagy hatodik leszek. De neked 100% az esélyed, nem? Ez a munkahelyi kérdés, hogy mióta dolgozik a vállalatnál. Mióta azt mondták, hogy ki fognak rúgni. A Jászai Marinak volt a Kassai Vidor, ezt tudod, egy kis komikus, nagyon jó színész volt. A férje, aki nagyon alacsony volt, a Jászai Mari, meg ilyen nagy, úgy is hívták, hogy Mari bácsi, és akkor leírja a Kassai Vidor, hogy egyszer hazament a Jászai Mari, a nagy színész, és azt mondta, Vidor! Szóval tessék, itt ma este b***va lesz. Az új-zélandi Liza Reed 10 éve elveszítette látását. A minap, amint lehajolt, alaposan bevágta fejét az asztalba. Na, másnap reggel arra ébredt, hogy újra lát bal szemére. Addig ott volt az asztal alatt. Jó.
A vizsgálatok szerint 80%-ban visszanyerte bal szeme világát. Ez egy mázdista, mert ha lát, nem üti be a fejét, érted? Nem megy neki, kész. Még egyszer, fejbe csapja valaki, meg van a jobb szem. Ez később 100%-ra lesz, ha elmúlik a púp. Csak ahhoz, hogy rendben jön, megint meg kell vakulnia. Erről jut eszembe az a rettenetes vicc. Okay. Azért elmondanám, a Pasas ül, ez egy ír vicc állítok. Pasas ül a kocsmába, iszik egyet, kettőt, azt mondja, na, én hazamegyek. Megpróbál fölállni, nem sikerül, rettenetesen tiplizik. Valahogy kívánszorog egészen a küszöbig, megint megpróbál fölállni, megint elesik. Ez így megy, mindig megpróbál fölállni, nem megy, négy kézláb, hazavergődik, bele az ágyba, stb. Másnap reggel arra ébredt, hogy a felesége kopogtatja a vállát. Te rohadék, tegnap megint berúgtál, mint az állat? Én miből gondolod? Telefonáltak a kocsmából, hogy ott hagytad a tolókocsidat. Jaj, de mi? Ez inkább skót, nem? Skót! Peking is. Én egyszer elvesztettem a kisfiamat, aki most már nagyfiam. Olyan részek volt. Igen, nem. Teljesen józan. Mentem egy üzletbe, valahogy a mamakocsit kínhagytam. Bementem az üzletbe, megvettem, és hazamentem. És a Zoli ott feküdt a mamakocsi, és ott mondom, hol a gyerek? Az üzlet előtt, szerencsére még ott volt. Peking is küzd a 2008-as olimpia rendezési jogáért. Első lépésként olimpiai szintűre emelik a pekingi vécéket. Csillagokkal. Én majd lépésem, benne vagyok. Csillagokkal jelzik a színvonalat, a négy csillagos WC gránit burkolatot kap és zenét szolgáltat. Egy pekingi vezető bízik a Nob bölcs döntésében. Összefoghatnánk a kínaiakkal, mert ugye mi a 2012-es olimpiára startolunk rá. Ők adnák a klotyót, mi adnánk a szart. És akkor... Egyébként az én elegáns WC-k, Monte Carlo-ba jártam. Volt a feleséged Monte Carlo-ba veled? Vécén? Hát ezt nem tudom. Szárémóból átugrottunk egyet játszani, én örülött ezen. Hát én ezt... Nagyon megy ezt kell egyet. Nekem még megtanulnom, Henrik, most komolyan mondom ezeket. Igen, a Szárémóból átugrottunk, Monte Carlo. De gyakorolok minden áldatnak. Ez meg kúva, majd nem lenyeltem utána a szemüvegemet, de most van egy faszemüvegem az. És volt egy ilyen nagyon modern WC, be kellett dobni egy frankost, és akkor úgy szétnyírt, de így az út közepén volt. Összecsapódott. És a Mimi nem mehet bemenni, hát ezt tegyük, mert háta nem nyílik ki sose, és egy nő előtte bement, kinyílt, összecsapódott, és aztán megint kinyílt, és ott ült a hölgy. István, te ismered a Halmai Imrével a történetet, hogy ült a Halmai Imre, ez egy nagyon-nagyon jó komikusot kimentőt, és ült a WC-n, és egy nő föltépte a izét, az ajtót, azt mondja, szabad lesz, a tessék parancsolni! Magyarországról szállítanak pitbull kölyköket Belgiumba. Egy pitbull kölyökért 50 ezer frankot kérnek a kereskedők. A Belgiumban papa kezdtük, nem? Igen, a pándit küldtük ki először. Igen. Az is falt a nőket. Miért jó az, ha van egy pitbull labrador keverékem? Letépi a lábam, de visszahozza. Most? Ennyi volt a mai hetes. SMS-eket küldjenek anyámhoz. Hadd ne üljek én már, jó? Nehogy munkai zaklatásnak legyek kitérni. Most kéne valami jó állatvicc, de nincs. Megy a gyuszi, az ezt ilyet szoktál mondani a végén. Na. Na, kacag. Nincs több, ne keresgél már. Elfogytak a hírek? E heti hírünk, amelyre kommentárjaikat várjuk, a következő. Szúti, a himalájai tengeri malac. A Pontypridi állatkert lakója egy éjszaka átszökött a nőstények ketrecébe, és összesen 24 nőstény tengeri malacot termékenyített meg. Az állatkert igazgatója elégedett a kis tengeri malac teljesítményével,
és bízik benne, hogy az utódok is öröklik apjuk potenciáját. Van vicc, isteni. Múltkor mesélted, de kivágták. De, várjad, de erre kell mondani majd. Erre kell, persze, erre mindegy. Könnyű lesz, ami szellemes. Ez egy ilyen hír, hogy Nyuszi papa tanítja a gyermeket, a kisfiát, úgy hát ezt a tevékenységet űzni, oda hív 4 nyuszi lányt, és akkor megmutatom, mutatja, 1, 2, 3, 4. Elkezdi a kisgyerek, hogy ne, 1, 2, 3, 4. Gyerek, egy, na még egy, 1, 2, 3, 4. Gyerek azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, bocsapa! Mától, még valami, mától megtalálhatják a heti hetest az RTL Klub honlapján is, amelynek címe www.rtlklub.hu. Jövő csütörtökön pedig az a fantasztikus ötletünk támad, hogy délután 2-től velem lehet csetelni, csevegni, el lehet küldeni a francba engem ugyanitt. Ezen kívül van telefonszámunk is, 061-203-0253, levélcímünk 1119, Budapest Sopron út 40, heti hetes kukac, rtlklub.hu, ez egy ilyen e-mail cím volt. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, jut eszembe Danubius rádióban, Jáksó, hogy hívják ezt? A saját műsorom nevét felejtem. Sergebergész, Alavercs. Jáksó, hallgatom. Tencit szívű műsorban lehet, jegyeket, köszönöm szépen, viszont hálásra!